Idén 6. alkalommal rendezi meg a Kombi Extraszit Vecsésen a gyermeknapot. Miért fontos egy cégnek, hogy gyermeknapot rendezzen? Ez az egész ez abból indult, hogy a telephelyünk azért nagyjából a központi helyen van. Kompenzálni szeretnénk azt a kellemetlenséget, amit esetleg évközben okozunk a szerelvényeinkkel. Ezzel szeretnénk kedveskedni a lakóknak, megmutatni azt, hogy azért egy forrózó cégnek nem csak árnyoldalai vannak, hanem vannak jó tulajdonságai is. Nem titkolt szándékunk az, hogy ezzel egy kicsit népszerűsítsük magunkat itt a lakókörnyezetben, és itt megragadnám az alkalmat, hogy azok, akik esetleg ezt nagyon nehezményezik, ebben az évben kikerülünk a város szélére, tehát az A2 autómosó környékén fogjuk megcsinálni az új telephelyünket. Ezt a telephelyet is meg fogjuk tartani. Ezután is egy központi bázisa lesz, de a teherautók valószínűleg ki fognak kerülni oda. Onnan lesz az indulás, illetve az érkeztetés. Idén nagyon innovatívak vagyunk. Pénból, az az egyik. Természetesen a gyerekek nem egymást fogják lőni, hanem célba fognak lőni pénból puskákkal. Valamint lesz egy vízidodzsemünk, egy 18 méterszer 7 vagy 8 méteres vízidodzsem, ami cserélhetős, tehát a dodzsemeket kiszedik, és akkor a felfújatós, belebújós ilyen gömbökbe lehet majd a gyerekeknek futkározni a vízbe. Valamint a foci EB miatt nem rodeóbika lesz, hanem egy focilabdát kell megülni majd ugyanazon a gépen. Hát, és a régi jól bevált dolgok, a bungee trambulin, az óriás csúszdák, abból is kettőt. Most nagyon-nagyon oda fogunk figyelni ebbe az évbe, hogy a 6 éves korig legyenek játékok, amivel 6 éves kor fölött már nem mehetnek be a nagyobbacskák. Mikor lesz az a rendezvény? Ez nagyon fontos a dátum. Május 21-én a hivatalos gyereknap előtt egy héttel, azért, hogy ne zavarjuk a városnak a rendezvényét. Tehát május 21 szombat, 10 órától 19 óráig előreláthatólag. És reméljük, hogy erőfényes napsütésbe. Természetesen mindenkit várunk szeretettel. William